Hozzatok még fáklyát, kevés! Én azzal szeretném kezdeni, hogy természetesen azért is ma vagyunk itt, mert egy ünnep van, egy nagyon szomorú, de nagyon fontos ünnep, november 4-e, amikor az 1956-os forradalmat leverték. A szomszéd nemzet több mint fél éve folytat honvédelmi háborút, hősies honvédő háborút. Naponta fiatalok tömegei halnak meg az orosz diktátor miatt, és tényleg patakokban folyik a vér. A kormánymédia Oroszországgal kapcsolatos empátia szükségességéről beszél, miközben Oroszország háborús és népellenes bűncselekmények sorozatát követi el. Az UFO-k által elrabolt Georg Spötle, a kommunista állambiztonságnál Raguza néven ismert Nógrádi György, Bayer Zsolt vagy a 3x3-as tartótiszt Horváth József és társai nem csak szövetségi rendszerünk elárulói, nem csak ócska frontpropagandisták, hanem az agresszort támogató second hand háborús bűnösök. Van olyan, hogy valaki merő rossz indulatból, gonoszságból önti másokra a hazugságait, mert lenézi az embereket, ostobának tartja őket, és hatalmaskodni akar felettük. Nagyon ritkán előfordul az is, hogy valaki már annyira elnyeltek a saját hazugságai, hogy azokra igazságként tekint. Minden gyerek füllent egyszer-kétszer, és akkor nekünk szülőknek az a feladatunk, hogy világító toronyként megmutassuk neki, hogy a hazugság mérgezi a lelket. Ebben a szellemben próbálunk élni mi szülők is, azért, hogy hiteles példát tudjunk mutatni a gyerekeinknek. És mi történik a valóságban, itt ma Magyarországon, 33 évvel a rendszerváltás után? Az, hogy mindenhonnan ömlik ránk a hazugság, hogy amit próbálok anyaként teljes szívvel, minden tudásommal megtanítani a gyerekeimnek, azt leköpik, megszentségtelenítik az én adóforintjaimból. A legkisebb most kezdett el olvasni, és erről kell beszélnem ahelyett, hogy azt olvasná, tudod, hogy ABC vagy Tejföl. Azt olvassa, hogy veszélyesek, meg azt olvassa, hogy miniferi, meg szankciók, és nekünk el kell magyarázni, hogy ezek micsodák, és azt is el kell magyarázni, hogy ez hazugság. Az M1 híradója részletesen beszámolt az épületek előtt zajló tüntetésről. A 17.30-as híradója részletesen beszámolt az épület előtt éppen elkezdődő tüntetésről, egy pillanatra még élő képet is adtak, a gyülekező embereket pedig több kameraállásból is megmutatták. Eközben pedig beolvasták a pedagógusok és a diákok követeléseit is. Azt ígértük a beharangozóban, hogy ha elegen leszünk itt, akkor benne leszünk a tévében. Köszönöm szépen. Most örülünk természetesen, hogy beolvasták, de hát ez nem elég. Mi szeretnénk azt, hogy tényleg ugyanúgy közvetítsenek arról, mint az ellenzéki médiák, és hallják, és lássa mindenki, hogy igenis a tanárok és a diákok egy közös ügyért küzdenek a jobb oktatásért. Menjünk be! Menjünk be! Menjünk be! Menjünk be! Menjünk be! Hazárulok! 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 Örültem, hogy ennyien kijöttek, lehettek volna többen abszolút, de az, hogy tényleg legalább tudósítottak egy icipicit is erről az eseményről, és felolvasták a diákoknak a pontjait,
ez egy nagyon jó dolog. Szerintem ezt folytatni kell, és ugyanúgy, mint az a bármi többi sztrájkba, ebbe úgy lehet belállni, hogy sorozatosan kiállunk, és nem, a tűz is demonstrálja, hogy nem állt el ez a tűz, ami az emberekben van. Folytatni kell ahhoz, hogy változást tudjunk elérni. Itt állunk a Kunigunda utcánál, a főbejáratnál, ahol a tüntetők a fáklyákból tüzet gyújtottak. A rendőrök ezt több alkalommal poroltóval eloltották, majd a tüntetők újra meggyújtották. Végül a rendőrök egy sor falat álltak a bejárat elé, hogy ne jussanak be a tüntetők az épületbe. Nem megyünk el! 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 Thank you.